A magyar-ukrán határ egyik legfontosabb átkelőhelye Záhony. A kelet kapujaként is emlegetett város korábban kiemelkedő jelentőségű vasúti központ volt. A 40-es években a magyar-szovjet áruforgalom átrakási helye lett. Záhony ugyan még mindig fontos közlekedési és kereskedelmi pont, ám forgalma nagy mértékben csökkent az elmúlt évtizedekben, így egyre kevesebb vasutas család él a településen, és például ez a korábban MÁV-hoz tartozó épület is más funkciót kapott. Most művelődési ház, amelynek teljes felújítását tervezi az önkormányzat, de nem csak erre pályázott a városvezetés. A topos projektből a legfontosabb ez a zöldváros elnevezésű projekt, amiben szeretnénk a művelődési házunkat felújítani, és a város zöld felületének rehabilitációt szeretnénk elvégezni. És van egy energetikai pályázatunk, ami szintén elég nagy volumen, egy 500 millió forintos beruházás lenne ez is, ahol pedig az intézményeknek az energetikai ellátását váltanánk ki megújuló energiákkal, valamint szeretnénk egy nagy méretű parkolót létrehozni a város központjában, ami napelemekkel lenne lefedve, és akkor ezzel megoldódna a városlakók, a panelházban lakók parkolási gondjai, valamint az energiaellátás az intézményeinknek. A közeljövőben a helyi úszodát is szeretnék felújítani, erre is pályázott a Záhonyi önkormányzat. Szintén energetikai felújítás várható, elég költséges az úszoda fenntartása, ez évente 21 millió forint költsége jár a város számára, és ha ezt meg tudjuk oldani, hogy a mostani energetikai költségeket a felére tudjuk szorítani, ez már nagyon nagy segítség lesz a költségvetésünkben. Milyen fejlesztések lehetnek ott? Főként a melegvíz, vagyis a víz fűtésének a költségei, és a fűtés és világításnak a kiváltása megújuló energiákkal. Az elmúlt években folyamatosan fejlődött Záhony, az iskola melletti új napelempark például az oktatási intézmény rezsijét csökkenti. A művelődési ház mellett pedig új parkot alakítottak ki, ahol játszótér és egy szabadtéri színpad is helyet kapott.